Kedden az Európa-bajnok Szűcs Gabriella, valamint Aubéli Tekla látogatott Nyíregyházára, csütörtökön pedig a szintén ebédgyőztes Gangul Edina és UVS és klubtársa Szegedi Panni volt a fiatal pólósok vendége. A női válogatott első számú kapusa az évelején elképzelt forgatókönyv szerint ezekben a napokban már Tokióban készülne az olimpia mérkőzéseire, azonban a koronavírus járvány miatt most annak is örülnek a vízilabdázók, hogy a jövő héten a Magyar Kupa mérkőzéseivel elindul a szezon. Ahogy munkába lehetett állni, úgy munkába is álltunk. Ugye viszonylag hamar kiderült az, hogy csúsztatva lesz egy évvel az olimpia. Hát próbáltunk alkalmazkodni, illetve próbálunk alkalmazkodni a megváltozott szituációhoz. A motiváció az nem lett kevesebb, csak még több, hiszen azért tényleg mindenki számára nehéz volt ezt az egészet feldolgozni, hiszen minden sportoló 4 éves ciklusokban gondolkozik, és tényleg a 4. év végére próbálja a csúcsformát hozni. Ennek ellenére mindenki ugyanabban a szituációban van, tehát nincsenek kivételek. A motiváció tényleg megmaradt, úgyhogy annyiban változott, hogy egy évvel később rendezik azt az olimpiát. A 2004-ben alakult Aqua SE-ben 8 edző foglalkozik közel 200 gyerekkel. Az egyesület korábban együttműködési szerződés között az UVS-ével. Mindenféleképpen pozitív ez az együttműködés az Újpesttel. Mai nap a Szegedi Panni és a Gangul Edina teszi látogatását itt nálunk. Ugye Edina a magyar női vízilabda válogatottnak az első számú kapusa, Európa-bajnokként is, és most az olimpiai kvalifikációs tornára készülnek, motiváltként is itt van, és mindenféleképpen a gyerekeknek egy olyan plusz erőt tudnak adni, amivel a későbbiekben úgy tudnak építkezni, hogy bármikor emlékeikből, vagy abból a gyakorlati tapasztalati tudásból, amit most a vízben is majd megkapnak az előadást követően, csak jól járhatnak. Az Európa-bajnok kapus arról is beszélt a fiatal vízilabdázóknak, hogy ő hogyan került a sportág vonzás körébe. A saját példámat szeretném felhozni, akkor nekem a magyar vízilabda sikeressége az roppant módon motiváló volt. Én 2005-ben kezdtem játszani, és ugye egy évvel korábban nyerték a második érmüket a srácok, és ez fantasztikus volt nézni a tévéből, és azt gondolom, hogy tényleg ilyen közönség előtt itthon játszani felejthetetlen pillanatokat hoz magával, úgyhogy számomra ez mindenképpen egy olyan dolog volt, hogy én ezt szeretném kipróbálni, és megnézni azt, hogy mit tudok elérni benne, és azt gondolom, hogy megérte. Az Aqua SE fiataljai már korábban elkezdték a vizes edzéseket, és az elmúlt hét végén elindult a nyári tornasorozat. A nyíregyháziak egri, debreceni, miskolci, sátoraljaújhelyi és kazincbarcikai együttesek ellen szállnak medencébe hétvégenként.